Párkányban ülésezett a Magyar Ifjúsági Konferencia, a Kárpát-medencei magyar fiatalok legmagasabb szintű egyeztetési fóruma. Az egyesületet a magyar kormány azzal a céllal hívta életre 1999-ben, hogy együttműködésre ösztönözze a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyar fiatalokat, és bevonják őket az össznemzeti ifjúságpolitika alakításába. Az ifjúsági szervezeteknek egy olyan fórum, egy olyan lehetőség, ahol összegyűlhetnek, megvitathatják a gondjaikat, problémáikat, és talán közösen kitalálhatják azt, hogy mi az előre út. A találkozón Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár sorsfordító történelmi pillanatokra emlékezett beszédében. Kiemelte, hogy június 4-én azért ünnepelhetjük a Nemzeti Összetartozás napját, mert elődeink nem engedték, hogy a békediktátum feletti elkeseredettség úrrá legyen rajtuk, és képesek voltak egzisztenciát teremteni, életteret kiharcolni. Mi erre tudunk építeni. Amit ők kiharcoltak, amilyen életteret ők kiharcoltak, legyen akár szolnyországi területről, legyen szó akár kőni területről, mi arra tudunk építeni jövőben is. És erre építettek ti is, és ezért a köszönetet tiétek, hiszen hogyha nem lenne Magyar Ifjúsági Konferencia, hogyha nem lennének ilyen tagszervezetei a Magyar Ifjúsági Konferenciának, akkor úgy gondolom, hogy azt a munkát nem végezni kell, amelyet ti napi szinten a társadalmi élőszövetében a fiataloknál elvégeztek. A konferencián aktuális témákról is egyeztetett a tagság Párkányban. Szó volt többek között a fiatalok vállalkozási lehetőségeiről, a duális képzésről és az új adatvédelmi rendeletről is. A plenáris ülésen új elnököt és alelnököket is választottak. A korábbi elnököt, Szórádh Gábort, Veres Márton a Magyarországi Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának külügyi megbízottja váltja az elnöki tisztségben. A felvidéki magyar ifjúsági szervezeteket az elnökségben ezentúl Bognár Ádám képviseli. Megbeszéljük a dolgainkat, kinek milyen programjai, ötletei, projektjei vannak, esetleg ezekbe be is segítünk egymásnak, illetve amikor adódik egy nagy össznemzeti projekt, mint például a Minority Safe-ek, akkor ott nagyon-nagyon szorosan együttműködünk, mert elsősorban talán az egyik legfontosabb, hogy egy ilyen ötlettank legyünk egymás számára, és folyamatosan tudjunk egymásból forrásból meríteni. A Magyar Ifjúsági Konferenciának a felvidékről a Diákhálózat, a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata, a Cserkész Szövetség, a Fiatal Reformátusok Szövetsége és a Vianova Ifjúsági Csoport a tagja.